A szekszárdi szüreti napokat hosszú hónapok szervező munkája előzte meg. Berlingel Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója elmondta, az anyagi háttér megteremtése is feladatot adott, és újdonságként idén egyes programokra belépő jegyet is kellett váltani. Akár csak 5 évvel ezelőtthöz képest is, körülbelül a duplájára emelkedtek az árak. Hát nem egy könnyű feladat egy ekkora rendezvénynek a büdzséjét ugye előteremteni. Szerencsénkre itt évelején az önkormányzat mellénk állt, kaptunk egy olyan támogatási összeget, nincs ebben sem titok, 30 millió forintot, amiből mindenképpen neki tudtunk állni a legfontosabb tennivalóknak. Párhuzamosan kerestük azokat a támogató cégeket, akik nagy örömünkre minden nehézség mellett idén is mellénk álltak. Nekik sem könnyű, mindannyian tudjuk, hogy más szektorokban is azért érezhető ez a nagy áremelés, illetve a drágulás, de szépen lassan, folyamatosan, ahogy velük való tárgyalásokkal elmondtuk a koncepciót, mondták, hogy teljes mellszélességgel támogatják ezt, hogy ebben az évben lesz egy olyan része is a fesztiválnak, ahol bizony belépő jegyet is fogunk szedni. Az intézmény vezetője azt is elmondta, nem egyszerű döntés a programok teljes ingyenességének megszüntetése, de a bevételek növelése szükséges volt. Berlinger Attila hozzátette, más fesztiválok tapasztalatait is felhasználták a döntés meghozatalában. Ez egy nagyon fontos aspektusa ennek a rendezvénynek, hogy a hozzánk hasonló jellegű fesztiválokkal azért legyünk kapcsolatban. Itt személyes kapcsolatokról is tudok beszámolni, de ha most hirtelen kiemelek egy-két közeli másik híres borvidéken zajló esemény, például a Villányi Borfesztivállal, mi folyamatosan egymással kapcsolatban vagyunk, és figyeljük, hogy hát nem is az, hogy alakulnak a trendek, hanem inkább, hogy az élet milyen változásokat hoz. És pontosan, ha már említettük itt ugye a belépőjegyes koncerteket, például, hogy idén ez egy hatalmas változás volt. Hát más városokban, más borvidékeken ezeket a döntéseket már évekkel ezelőtt meghozták, és bizony alapvetően a zenés koncerteknél fordul elő, hogy ugye belépőjegyet kell szedjenek. Pontos számítások még nincsenek, de az előzetes adatok szerint az idei szüreti napok mérlege kedvezőbben alakul, mint az előző években.